Június 20-án megnyitott a kapuit a Józsa András Múzeum. Kedden pedig rögtön két időszaki kiállítás debütált. Az első emeleten a Kapcsolódások című tálatot láthatják az érdeklődők. A gyűjtemény ma már közel 4000 darab képző és 3000 darab iparművészeti alkotást tartalmaz. Ezek részben a képző és iparművészeti lektorátushoz, illetve a Nemzeti Kulturális Alap valamely szakmai kollégiumához benyújtott műtárgyvásárlási pályázat útján kerültek a múzeumhoz. A címe is árulkodik a kiállításnak arról, hogy nyíregyházi és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei művészeknek az anyagát mutatjuk be. Ami összefogja őket az az, hogy az utóbbi 15 évben a Józsa András Múzeum ezeket a műtárgyakat tudta megvásárolni. A földszinten pedig egy kamara kiállítást nyílt gyógyítószerek míves tégelyek címmel. Ebben a Józsa András Múzeum gazdag patika történeti gyűjteményéből láthatnak néhány kincset az érdeklődők. Ezek jelentős része ajándékozás útján került a múzeumhoz. Mindkét állat azt igazolja, hogy a nyíregyháziak számára fontos ez az intézmény. A munkák, amik itt ki vannak ejtve lent, a patika történeti anyag, amit sikerült megszereznie a múzeumnak, az mind mutatja azt, hogy Nyíregyházának a múltjában és a jelenében is milyen kulturális történések vannak, és hogy mi az az érték, amit meg kell őrizni. És egy múzeumnak az az elsődleges feladata, hogy a társadalomnak a lenyomatát megőrizze itt benne, nem csak a régmúkorokét, hanem mostani modern világét is. És ez a kiállítás, amiben most vagyunk, a mostani modern kortárs kézűművészetnek a lenyomata. A Kapcsolódások fotóit, festményeit és képzőművészeti alkotásait szeptember 30-áig láthatják az érdeklődők, míg az Officia kincsei című kamara kiállítás október 15-éig tekinthető meg a Józsa András Múzeumban.